Igen. Jó, ez nagyon szabad út ez a kacsalá, de odafigyeljenek már uraim. Neki meg a pajtának! Hát igen, azért ez nem egy traktor, ez nem egy traktor. Hol vagy, hol vagy? Hello Máté! Én itt vagyok, ahol szoktuk kezdeni a videókat. De miért vagy ott? Miért? Krisztián, ugyanott van a házunk, és te valahogy mégis mindig ott vagy, lenne a világ legalább. Mindegy, már oda mentem hozzád. Na. Jó. Ott vagy! Baby! Ott vagy! Menjünk, frontális ütközés! Yeah, baby! Nézzétek meg, srácok, közelebbről is, a király! Ezt most nem mondott komolyan. Hogy? Hogy a 230-40-80 ezer trükkpontomat szétcseszted, igen, nekem. Igen, nekem nem cseszedett csét, mert nekem be van nyomva ez én. A double ütközés. Nekem is be van ütve, hát ez egy pontgyűjtős kocsim, ezzel szoktam most pontgyűjteni, te szar! És most tönkre tette az életed! Miért tettem tönkre az életed? Driftelve lehet csak menni, és el kell, hogy kapjalak. Ujjjj! De nem drifteltél csak, te büdös kis disznó! Csak drifteltem! Azt a majdnem megölt! Ezt nem hiszem el, ezt a gyilkos őrült, sorozat gyilkos őrültet. Mi is csinálunk ebben az epizódban? Mondjad! Na, szóval! Ebben az epizódban! Ja, várjál, hát... Várjál... Ezt nem mondod! Megvan az Ferrari F40 kompetícióm! Már vagy egy hete, vagy két hete várok rá! Ja, én is egy hetet vártam! Krisztián! Ezt muszáj átvennünk a Friendzone kompetíción F40 Ferrari megbronzódzionét! Igen... Aha... Wow. Te miért vagy már 117-es a második szinten, te büdöske? Mert állandóan itt driftelgetek. Megint össze ne röntsd nekem a pontomat, ha szétvenem. Igen, igen, ne röntsd már neked a pontodat. Biztos, hogy megérdemled, hogy ne röntsd már neked a pontodat! Hiya! És tönkre teszi ez a barom! Na hello, srácok, ez itt a Forza Horizon 5 következő epizódja, azaz a hanyadik rész ez, Krisz? Ez az... Mit csinálsz? Ez az ötödik rész, ugye? Igen, azt hiszem az ötödik rész. Szóval a Forza Horizon 5 ötödik része. Igen. Már az ötödik rész. És tudjátok miért az ötödik rész? Azért, mert már volt egy, kettő, mert három, négy. Mit ez kell? Mi a francot csinál itt ez a busz? Hülye barom! Márte, ezt figyelj! Várjál, visszatolom! Segítsünk rajta, szuper autó! Ne! Várjál, ne! Hagyd, ne, nyújj hozzá, várjál! Légy szíves! Turista, ne, már rá van így, hogy turista. Hagyd ott, Márte, nyugi. Jó. Nyugi, hagyd ott, jó van. Jó, várjál. Okay. Siess, mert el fog menni. El fog menni, nem á? Hát már mozog. Itt nyomja azért a dancer. Igen. Jó, eltűnt. Eltűnt. Ezt nem hiszem el. De miért kell itt 40 milliárd évig szaroznod, te szarozó? Tök jót akartam csinálni. Tudom, mit akartál, hülye bén a kamionoddal bejönni. Nem a kamionnal, hanem a Lamborghinivel alá akartam menni, és így felemelni. Yeah. Itt van egy újabb busz! Gyorsan azt is lökjük ki! Hol vagy busz? Hol a busz? Ez túl erős! Nézd meg, double AVD-vel nyomom előre, és nem megy. Nincs is itt nekem. Ja, de itt van, bejelent. Várja. Na várjál, ide egy erősebb kocsika. Jövök, Krisztián, nyugalom! Yeah. Nyugalom, Krisztián! Turista! Magyarul van írva, turista. Na, Krisz. Itt egy keményebb busz kell. Azaz, gyere a kamionnal! Nem látom, hol van? Itt van, csak nem tölti be neked. Na most nem töltötte még be? Nem. Jó, nekem... Az... hogy eltoltad, mint ott se lett volna? Hát, mert nincs is ott. Igen, és neked nem itt jelent. Van! Wow! Mi ez? Úristen! Miért mersz ide jönni? Ki mondta, hogy ide jössz turistáskodni? Várják, Krisz, nyugi! Nyugi! Hülye busz, mit mersz itt? Mit mersz itt? És eltűnik. Én azt szeretném volna mondani, hogy hadd mondjuk el nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen elképesztően és hihetetlenül sikeresek nekünk ezek a Forza videók. Nem is gondoltam volna. Reméltem, hogy azért jól fogjátok nézni, de hát szerintem ez most a legsikeresebb sorozatunk az egész csatornán, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és hogyha szeretnétek, hogy
minél többet rakjunk föl róla, akkor lájkoljátok ezt a videót mindenféleképpen, és írjátok a kommentben, hogy szeretnénk még, hogy több ilyen videó legyen. Jó? Ja! Igen. Na, és azt szerettem volna mondani, srácok, hogy a mai videóban azt fogjuk csinálni, hogy először is megpróbálom kitolni ezt a retkes boost, mert az elem nem sikerült. Gyere, Krisz, oldalba, gyerünk! Azaz! Nekem nincs itt, nekem nincs itt. Na, srácok, tényleg most már kezdjük el, Krisztián, mert baromkodunk már, hogy 10 perce. Na, szóval, srácok, ebben a videóban azt fogjuk csinálni, hogy először is elmegyünk a házunkhoz. És, vagyis nem, Krisztián. Mutasd csak meg, hogy mit fogunk csinálni ebben a videóban. Jó, oké, és megmutatom, srácok. Megmutatod, hogy mit fogunk csinálni? Mi de hogyha ide jössz, ahol elindulok, akkor hát, semmit nem tudunk érni, mert hát, ez nem hát, olyan jó sikerül. Hátulról beszélek. Várja. Ó, azt a rohadt! Ó, mi a fos? Basszus! Azt a rohadt! Ó, azt a rohadt! Ó, yeah, baby! Yeah! Na, szóval srácok, ebben a videóban két kerekezni fogunk! Legalábbis megpróbálunk, mert én nekem egy olyan kocsim sincsen, szóval megpróbálok tuningolni egyet, hogy kétkerekezős. Kétkerekezős legyen. Te ja, Máté, hogy tetszik a karakterem amúgy? Gyere csak nyugodtan, kis barátom. Uh-huh. Na, hello. Milyen? Aha, hát egész. Egész jó. Ilyen mackó, ilyen vieges medve. Vieges medve ruhád van. Hát én nem öltöztem át. Hát amúgy láthatjátok, srácok, én nem nagyon játszottam így a karácsonyi szezon alatt, amit eléggé sajnálok, mert amúgy elég jó. Ez az, bestabilizáltam. Elég jó autók vannak. Vagy voltak, így megszerzésre. Ja. De most... hát sajnos, ja, ez van. Na, Krisztián, én elindulok a házba, és akkor nézzük meg, hogy hagytok egy ilyen kétkerekezős kocsit. Én tudom is, hogy melyiket fogom megcsinálni. És ugye mondtad a Máté, hogy nem nagyon értesz te ehhez, meg én sem értek amúgy, csak hogy mondtad, hogy nem nagyon tudod, hogy mit kéne csinálni az, hogy kétkerekezzen a kocsi. És ha gondolod, elmondom, hogy én ennél a kocsinál saját józan paraszti eszemből kikövetkeztetve mit csináltam, hogy... Hát én elmondjak, hogy mit csinálnék józan paraszti eszem. Mondjad. Hátsó kerék meghajtás, nagyon jó tapadás, meg nagyon erős motor, ez a három. Igen, és széles tappancsok. Először átveszem a Ferrari F40 konzenzunziónémat. Ja. És tudok mondani egy jó... De most hadd vegyem már a Forza Ferrari F40 konzenzunziónémat. Bajta lehet, bekerült a barázsodba. A barázsod. Ez nagyon menő volt, köszi Alejandrea. Itt van, azt a rohadt, neked ez megvan? A Ferrari F40 konzenzunzió. Megvan, igen, megvan. De király. Hát akkor azt meg kipróbálom. Na, de egyenlőre megmutatom, srácok, nektek azt az a kocsit, amiből fogok csinálni kétkerekezős autót. Jimmy GMC. Ez lesz az a kocsi, srácok, ami megvan nekem, szóval meg csak kell venni. Nagyon király. Na, osztorolt mekkora? Hát ez őrületesen nagy. Ja, az nagyon magas. Azért is lehet vele jól kétkerekezni. Ja, osztorolt. Várjál, megtúráztatom a motort. Egyértelmű, hogy ugye RVD kell, hogy legyen. Szóval RVD hajtásfánc, mert ez alapból AVD-s, szóval átrakom RVD-re. Oké. Motorcsere, és a legnagyobb motort rakjam bele szerinted? Hát aminek a legjobb a gyorsulása. És nézd azt a izét is, hogy a legelején, amikor elindulsz, akkor legyen a legnagyobb a gyorsulása. Na, akkor beleraktam egy nagyobb motorot, akkor széles, egyértelmű, hogy ilyen gyorsulási gumi, ugye? A legnagyobb tapadásos gumi, rámegyen. Igen, és akkor egy kicsit szélesebb gumi. Elől nem kell nagyobb, szélesebb gumi, ugye? Oké, meg akkor egyértelműen rakok bele motoros cuccokat, hogy nagyobb legyen a gyorsulása, meg ilyenek. Azt a rohadt! Mi hangja van ennek? Mint egy Lamborghini! Krisztián, nézzük, és egy ilyen... Megnézem, hogy van-e rá egy valami olyan design, ami jó ilyen. Ja, ilyen. De hát azért nem árt először kipróbálni, szerintem, hogy tudjuk kerekezni. Ez egyértelmű, ez mehet rá, ez az arany kinézet. És ahogy egyébként szerintem csinálunk egy olyan kihívást, hogy nyernünk kell versenyt a kétkerekezős kocsiinkkal. Itt vagyok. Lehet, hogy még nem fog sikerülni.
Oké, és itt vagyok. Na, mi a helyzet? Hát ez nem akar kétkerekezni. Lehet, hogy izét kell belerakni mégiscsak, meg kell próbálni. Négy kerék meghajtást. Hát a föláll négy kerékre. Vagy két kerékre. Azt próbáld meg, hogy ilyen 50 km per óránál lefékezel egy kicsit ilyen 30-ra, és akkor elkezded nyomni megint. Jó. Mert nekem is úgy, én is úgy tök a másik kocsimmal. Ne, ez nem akar. Mindegy, hát még próbálgatom azért. Ja, hát meg lehet még próbálgatni. Én megpróbálok egy másik kocsit, mert szerintem ez a Ferrari az esélytelen. A Ferrarival kétkerekezzek. Hát Ferrarival nem tudsz kétkerekezni, te Oconnell. Akkor lehet megpróbálom AVD-n. Ja, mert én azt nem néztem ennél. Ja, bocs! Úgy fölmegy 10-re a gyorsulása, szóval. Aha, lehet az lesz a... Az lesz a megoldás. Igen, meg felfüggesztést kéne rárakni. Ugye rally felfüggesztést, csak az hol is lehet? Igen, és rallyt raktam rá, szóval. Oké, na megnézzük lehet, így AVD-n, hogy így jobb-e. Meg... hát megpróbálom. Így lejjebb ment az értékelésem, viszont 10-es lett az indulás, meg a gyorsulás, szóval... Igen, a indulás az is nagyon fontos, mert... Nem akar elindulni, mikor így lelassítok. Próbáld meg azt, hogy lefékezem, benyomod a kéziféket, és túl, és fölpörgeted a motort. Gyerünk! Két kerek ez! Gyerünk, állj fel két kerekre! Gyerünk! Okay, ez amit, nem akar működni. Amit még megpróbálhatsz, az, hogy ráteszel másik felfüggesztést, nem rallit. Uh-huh. Meg, de csak kettő felfüggesztésem volt. Azt a rajta! Sebességet váltani tudsz. Sebességváltót váltani. Azt tudsz. Sebességváltót? Úgy látszik nehezebb ilyen kétkerekezős kocsit gyártani, mint ahogy gondoltam. Én most beleraktam még egy pár plusz dolgot. És így remélem, hogy működni fog. De nézzük is meg. Na, Krisz, utolsó esély, megpróbálom most. Már tényleg mindent, amit lehetett, azt beleraktam. Ezt nem hiszem, okay. Gyerünk! Jó, Máté, van egy ötletem. Próbáld meg, hogy elkezdesz tolatni, és egybe elkezdesz előre menni. Jó, hát ennyi történik, semmi. Semmi nem történik, szar ez! Törölj meg! Máté, kell keresned egy másik autót ezek szerint. Nem kell keresnem egy másik autót, mert rárakok egy másik... Egy jó, hát próbálj meg. Na gyere, nézd csak meg, Máté. Máté, gyere. Gyere csak. De nézd ma meg, hogy elindulok, bakker! Máté, gyere! Kaptam egy jelet! Mit? Harangoznak! Igen. Ami azt jelenti... Az azt jelenti, hogy gyere ide hozzá. Hogy ez egy rakás szar ez az autó! Gyere, Máté! Mit csinál? Gyere ide hozzá. Állj be ide mellém, Matt. És nézz engem. Matt. Matt. Wow, de persze már, várja. Hazug! Várja. De yeah, persze! Yeah, babe! Elég jó. Na, keresek erre egy tuningot, mert úgy látszik, én nem tudom betuningolni ezt. Azt úgy gyorsul, hogy alig bírok kanyarodni. Csak ez as, az a baj. Na, keresek rá egy másik tuningot, ami valami olyasmi lesz, hogy gyorsulási. Szerintem ilyen 5-ös népszerűségű tuningot arra keresel, akkor szerintem szinte biztos, hogy kétkerekezős tuningot fogsz találni. Na, berakom, hogy legyen gyorsulás. Na, nézzük. De milyen 104.000 CR, hát megvan véve minden. Ez hülye. Lejjebb megy az értékelésem, és 104.000 CR-t rá kell izélni. Hát az arra jönnek már meg! Ha bizonyosság! De remélem ez most már tud majd kétkerekezni, ha nem, akkor nagyon mérges leszek. Azt ugye tudod, Krisztián, hogyha most rosszabb lesz a kocsi, akkor most széttöröm a fejedet. De miért az én fejemet töröd szét? Hát te vagy a legközelebb. Nem is. Te vagy a legközelebb. Hallod? Eznek köze sincsen... Ennek köze sincsen izéhez. A kétkerekezőshez. Ez olyan... szar, hogy ez valami borzasztó. De az a kétkerekezni szok... Nem is lehet kétkerekezni, te hazug disznó! De az a kétkerekezni szoktak azzal a kacsival. Te csak hazudsz, te csak ámítod az embereket. És most megint csináltam végig, pakker! És megint költhetek ki 148 milliárd dollárt egy szaros kvédre. Jó van, Mát, ez mi?
Na, Krisztián, azt elmondod nekem, hogy... És ez mi most? Miért került 2500 CR-be egy tuning, mikor az előbb 104.000 volt? Próbálgatni kell ilyen kocsikat, amiről te úgy gondolod, hogy hú, ajaj, ez biztos tud kéne. Ez tűnik. Ez tűnik. Gyerünk! Azt a rohadt, fölborultam. Gyerünk. Gyerünk, léci, kétkerekezés, gyerünk. De hallod, ez meg sem mozdul a retkes vázam. Hallod, olyan mereven áll, mint egy nyomaranc. Ej, dögöljenek meg ezek. De ez mi? Hello. Hogy lehet egy nyomarékra megcsinálni egy fast? Ej, már ez olyan nyomarékok ezek, és ilyen... Máté, ezt figyeld! Nem tudom figyelni, mert bementem a fosvárosba. Vagy a házamba. Azt a rohadt! Máté, ezt csináld meg! Máté, ezt meg kell csináld, ez a legjobb kocsi a világon. Jó, mi az? Az a háromkerekes, tudod, ez a fos. A Reliant? Nem tudom. A Suburban 3? Igen, azt de is... De nem igaz, nem tudod a nevét? Ne legyen. Igen, azt, nem tudom én a neveit. Ezt tud kétkerekezni? Igen, és mondom, hogy hogy kell tuningolni. Jó, nem mondjad. Most feltuningoltam. És ez a legkirályabb kocsi, ezzel kell menni. Na mondjad. Egymás ellen kell menni verseny. Na mondjad. Jól van. Motorcsere. Oké, és a második az... Szóval 14 motorbike engine. Igen, 14 motor. A második. Szívás típus, az a második. Oké, és karosszéria készlet, az a rá kell tenni azt a kis stabilizáló kereket. Igen. Jó, és akkor most menjünk ki, és akkor kezdjük előről, igaz? Aha. Oké, és platform is kezelhetőség. Aha. Fékeket nem raktam rá, tehetünk, de szerintem nem. Nem kell, igen. Oké, és alaprengés, csillapító. Szóval eddig semmit nem raktunk rá. Igen, eddig izé, de motorot raktunk rá. Oké, és itt semmi. Oké, és a súlycsökkentésből a legnagyobbat. Itt csak az alváz megerősítés. Semmi, ez a semmi, csak a súlycsökkentés innen bentről. Az a rendes, fullos? Igen, a fullos a legnagyobb. De az leviszi a gyorsulását. A legnagyobb súlycsökkentés. Jó, és a legnagyobb gumi, a legalja lévő. A gumi az a legalsó, a gyorsulási gumi. Igen. Jó, akkor ugye hátsó gumi abroncs szélesség, az nyilván a legnagyobb. Jó, többit azt nem csináltam, igen. Azt nem változtattam. Uh-huh. Nem raktam semmi mást, ennyi. És van rá spoiler? Igen, azt és állítólag... nem mondod, hogy van rá ilyen király spoiler. Igen, van rajta király spoiler. Már rátetjük. Van a tetején ilyen tartóka. Tudom, azt rá is rakom. 682-es, annyinak kell lennie. Nekem D100-as. B, és rakd rá. És mentés, és akkor ott kifogja. Azt a rát, milyen jó hangja van! 682-es. Oké, és na jó van, és akkor mehetünk egymás olyan versenyt, király. Igen. Aha. Hát először kipróbálom, azért várjál. Jó van. De miért ilyen sötét van? Ez miért először ilyen jó? Először kipróbálod a legjobb kocsit a játékban, jó van. Először kipróbálom, hogy rárakok egy dizájnt. Ja. Tényleg én is rakok. Azt a rohadt! Ezt a feketét, ezt kötelező. Vagy McDonald's-os kocsi. Én is rakok rá dizájnt. Ott van Spongyabob, meg Patrick, de olyanom már van. Scooby-Doo ett is. Á, ezt muszáj, ezt a fekete ilyen aranyost. Ez gyönyörű. Srácok, kimegyünk és megpróbáljuk ezt a kocsit. Szerencsére már hajnalodik. Na nézzük. Ajaj. Ezt nem lehet kanyar. Úristen! Jajaj. Hát felborulok. Á! Felborulok! Jajaj, nyugi. Várjál, szavasz Silvox. Nyugi. Jajaj! Ne, felborulok. Na, mehet a gyorsulás. Srácok. Mehet, nézzük. Ez az! Ez az, gyerünk! Nyomja még egyet. Még egy két kereket. Nem tudok kanyarodni. Az az dupla szaltó! Jó, ezen nagyon okosan és nagyon ügyesen kell menni, várjatok! Vigyelj, én is keresek egy dizájnt. Még egyszer, két kerekezés. Hát csak ez a legelején két kerekezik utána, már nem. Azt a rohadt! De király! Juhú! Felborulok! Ez a világ legdurvábban kinéző autója. És a világ legdurvább autója is magában. Nézzük! Azt a rohadt! Nézzük a kanyarodását! Nézzük meg, hogy kanyarodik. Hát, ha felborulok a hegytetőre. Úristen! Irányíthatatlan!
Azt a rohadt, ide bejöttem a Mariska nének a kártyát, csokártyébe. Jó, Krisztián, ezen muszáj mennünk egy versenyt. Hát azt akarom, csak most én most tettem rá a dizájnt. Majd bemegyek a városba. Gyere, Máté! Jogi! Jogi! Jó, itt vagyok, Nyugi. Hello, na, hogy tetszik a dizájnom? Mi van ráírva? Jesus is my airbag. Na, Krisz, gyere! Nyomjunk egy double üzét. Nyomjunk egy gyorsulási versenyt? Nyomjunk egy double elindulást. Oké, és? Na, gyere, beérkezett mellém, igen. Jó napot. És meg se tud állni. Ekkora bénát. Állj már be mellém! Jó. Jó. Na, Krisztián, mehet? Igen. Egy, kettő, három! Ez az! Juhu! Ez az! Ez az! És kiesik a pályára, az barom. Hey! Úristen! Ez az. Na most én itt vagyok, és most nekem igen. Az nagy visszatérésem. Megeszlek, Harmi! Mit akarsz te itt? Mi? Mit akarsz te itt, te kis csicska? Harmi! Harmi! Na, Krisz, ezzel muszáj mennünk egy versenyt, úgyhogy keres egy versenyt. Oké, és? Na. Keresem a versenyt, nyugi! Jó, hát először is természetesen. Először is természetesen gyorsulási verseny, mert hát igen, mi más lenne. Először is egy gyorsulási versenyt kell. Már közben meghamizok egy Volkswagen. Na, menjünk Kóba. Hami! Mi? Menjünk Kóba. Kóba. Jó, hát mehetünk Kóba. Hát srácok, ez nem jött össze, ez a GMC, Jimmy. Ja, pedig én azt hiszem, mindenki azzal szokott kétkerekezni, úgyhogy valahogy meg lehet csinálni. Hát valahogy meg lehet csinálni, de hogy, azt nem tudjuk. De mondom, ez nagyon jó. Ez nagyon jó lett. Ja, ez nagyon király. Ez túl vicces. Igen, és utána megyünk egy rallit. Jó? Hát azt szerintem felejtsük. Egy rallit PvP-be. Azt szerintem felejtsük el. Nem felejtsük el, rallit PvP-be megyünk. Jó, azt gondolom. Hé, nem megy a zene, ezt nem hiszem el. Lekeverjük az ellenfelet, muszáj, egyszerűen nem nyerhetnek. Nem igen, csak hogy ki fog győzni, te vagy én? Ja, hát igen, az kérdés. Remélem valakit keresztbe áll neked azt izé. Igen, te gyerünk, gonosz disznó. Gyerünk, én fogok nyerni! Én fogok nyerni! Fasz, let's go! Let's go! Hey. Hey, kis öcsém! Nyugi! Hey! Mi a szar? Hogy mennek ezek? Hazudtál nekem! Hogy mennek ezek? Hazud disznó! Gyerünk! Végsebesség! Azaz, gyerünk! Ez az végsebesség! Gyerünk! Azaz! Gyerünk! Gyerünk, én fogok nyerni, ez a... No! 300 méter! Ez az! Yeah! Le se ér a kiskerekem! Hát az nem ér. Mi? És én nyertem, ez az! Juhú! Első lettem. De mi? Nem tudom. Hát laggoltál. Vagy laggoltam én. Laggoltam és le voltam maradva. Ez az! Juhú! Yeah, baby! Let's go! Ezt nem hiszem el, de ilyen nem létezik, Krisztián. Most ne csináld már ezt. Én nyertem ezt, én hivatalosan, én nyertem meg ezt a versenyt. De hogy te nyerted meg? De én na, nyertem meg. Mit menjünk? Rallit? Rallit! Jó, menjünk rallit. Ott nem tudunk két kerekezni. Krisztián, mindent eldöntő döntővel eldönthetjük, hogy ki de ott nem tudunk két kerekezni rallit. Hogy ne tudnánk? Tudok egy jó... Várjál, először menjünk izén... egy... Várjál, először nem menj... először, mert már csak egy pici időnk van. Mi, mennyi van? 46 perc. Állj, de hát leguruló, nem perc. Bírok oda menni egy szaros táblához. 3 perc egy verseny, Máté, 3 perc egy verseny. Nem bírok oda menni egy szaros táblához, mert mindig felbarulok. Hallod, Máté, 3 perc egy verseny, és ne tessük már ki magam. Nem 3 perc. Jó, hát ezzel lehet, hogy... Azaz, megvan a tábla! Most megpróbálok azért ki is menni. Nyugi, Máté, jó okay. Lesz ez. Akkor mennyi országúti versenyt? Jó, bementem. 192-es lettem. Takarodsz! Takarodj! Igen, te is nem sokan. Anyádat! Ja. A mindent eldöntő döntő. Krisztián, ez élet-halál kérdése. Ez a játszma. Most eldől, hogy ki csinált jobb kocsit a homokvihar közepén.
A Bahia de Playa. Nevezeti. Ez most nem volt, hogy homokvihar lesz. Krisztián, ez illik. Há, neked nincs homokvihar. Ja, le van. De amúgy nincs? Van, mert hallom a hangját, csak nekem minimum a grafika is nem is látszik homokvihar. Azt a büdös disznó mindenedet. De amúgy jó az, mert így könnyű. Na, gyerünk! Na, nekem egyszerűen... De ez előről indult, persze, a kis csaló. Let's go! Hey! De hogy nem állt? Nyomtam, azt a nyomtam három bukpencet, ne! Jajjaj! Jó, mehetünk? Azaz! Jól állok! Ezt nem hiszem el! Nem! Azaz, beálltam irányba! Hogy? Csaló! Azzal! Hintolj neki! Drifteljünk! Asztorolt, ne! Driftelni nem szabad! Asztorolt, milyen királyú beálltam! Várjál! Azaz, induljunk! Jaj, ma ott jön! Nem hiszem el! Drift! Let's go! Nem tudod driftelni! Ez az! Bukfencezik 8-szor, gyerünk! Gyerünk! Tolatásba! Nem jó! Menjél át, egy nyomorék autó! Ez az! Átadtam a vezetést! Nem vettél át semmit se! Azaz, óvatosan kell kanyarodni, jó? Óvatos kanyarodás, azért azaz. Nem borulsz fel! Jaj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 
Nem! De te hogy nem borult fel, én ki? Kétszer olyan kicsi ízét nyomtam, azaz! Gyere! Kaszász! No! Átadom a vezetést! Várjál! Lepattanok! Ne! Áááá! No! Ez az, jó van! Jó. Ne, de miért? Miért? De te miért állsz fel, és miért nem? Ez hazugság, büdös disznó vagy! Igen, itt most megpróbálok egy nagyon durva dolgot. Drift! Gyönyörű! Nem, és nem áll meg, mert nincsen egyensúly eznek a fasnak. Azaz! Ezaz, én fog nyerni! Tudtam én! Nem fogsz te semmit se nyerni! Tudtam én, hogy egyszer tudod, mit fogsz nyerni? Valamire. Egy fityiszt az orrod alá! Gyerünk! Gyerünk, srácok, írjátok le, hogy mind meg kell nyernem ezt a versenyt! Azaz! És felborul a kacsém, aztán már... Ne, már milyen elől vagy te, persze! Máté, aki profi, az... Jó, nyugi, még van egy körünk, srácok! Meg fogjuk nyerni! Állj meg! Gyerünk! Mindent bele kell adni! Gyönyörű, elvesztjük a kanyarokat! Gyönyörű, én vagyok az év sofőrje! Azaz! Gyönyörű, ne, de miért borul fel? Van rajta az a hülye támaszték ott elől, ez nem szerint semmi. Let's go, azaz, hatalmas előnyt szereztem. Nem szereztél te semmit, és még az első is elkezd esni, hogy még csúszszak is! Ne borulj fel, ne! Azaz, borulj fel! Jó, nem borultam fel, király! Jó, most nekem se szabad felborulni. Azaz, gyönyörűen bevettem a kanyart, gyönyörű. Azaz, most gyorsulás! És fék! Gyönyörű. Ne borulj fel! Hogy jöttél ide? Ne borulj fel! Menjél már, te szar! Gyerünk, utol kell érnem! Nem kell utol érni. Ne! De miért? Szalott szembe felborul a kacsim! Szembe szaltózik egyet a kacsim! Ez büdös haló! Csaló! Büdös haló! Ez az! Ez az az utolsó kör! És nagyon nagy előnyöm van, nyugi! Nincs előnyöd, Krisz, mert bármelyik pillanatban felborulhatsz. Nem borulhatok fel, mert én profi vagyok. Profi vagy te, nagy büdös ló. Köttyenetek. Gyerünk, ne, az, gyönyörű. No. Nem tudom, ez mit csinál az a kocsi, valami barzalom. De gyerünk, vissza kell szereznem. Nem olyan nagy előny ez. Menni fog. De menni fog. Ez! Enyer, de! Ez az! Mindjárt itt vagyok a célvonalán! Menjél már! Menjél már, te szár! Ez az! Ez már csak egy kanyar! Ne, nincs egy kanyarod! Egy célegyenes!
Drift! Ne! Azt a rohadt, milyen jó veszem a kanyart! Gyerünk, bomb! Kilőni! Ez az, hogy tényleg egyenes! Jó! Jó! Ezt nem hiszem el, a büdös csalódisznót! Ez a nyár! Ha már vesztettem, akkor méltósággal tegyem. Indulj már el normálisan, te nyamaranc kacsi! Hé, nem akar kétkerekezni a csúszós úton. Step to the rhythm is hard as you can go. Azt a rohadt, de menőn érkeztem be legalább. Krisztián nem ilyen menőn volt. Step to the rhythm is hard as you can go. Step to the rhythm is hard as you can go. Hát igen, srácok. Írjátok le kommentben, hogy szerintetek ki a mega király császár pilóta. Én vagy a Máté. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy kire fogtok szólni. Meghalsz, te büdös! Azaz! Menj vissza! Jaj, onnan, na, onnan vitté a világ poklába. Erről szól mi? Állj hogy már meg a faskocsi! Állj már meg a saggere! Hogy mondtad ciért? Nekem keresztény festésem van neked, meg ilyen izé, mit nem fél. Mi van neked egyáltalán festésed? Milyen igen. Sárga férgek? Ugyan már? Máté, mivel úgyis erről szól ez a rész, még a rész végén. Itt. Még a rész nyomjuk végén? Egy pár egy kereket, vagy két jó, kereket. De hát akkor egymásra szembe, várjál. Jó. Fordulj meg. Jó, de hát azért... Ja, hát a mögött van. Azt hittem, te mentél, te mellettem. Oké, és megfordulok. Jó, van, megfordulok. Pillanat. Srácok, hogyha esetleg tetszik nektek ez a kocsi, akkor ti is így föltuningoljátok, látjátok. Na. Oké, és úgy csinálj, hogy egy kicsit tolas, és utána indulj meg. Tudod. Jó. Úgy. Na. Oké, és... 1, 2, 3... Franzbál, nem sikerül. Ez az, én voltam a király, én maradtam fölül. Igen, jó, akkor az a párbaj, hogy kimaradt fölül. Ja. Gyere be, állj be szemem szembe. Kés, meg. Oké. 1, 2, 3. Ezt nem hiszem el, te büdös. Ez az. Az felborult a Megnézed még már te a Skodámat? Vagyis a Volkswagenemet, hogy az is hogy izél? Igen, és te megnézed ezt? Ezt megnézed? Mi? Hülyaha! Várj! Hát ez olyan inst, ez a leginstabilabb kocsi, amit akit előbb visszahelyez a izé, az veszi. Akit vissza, hát, hogy vissza kell helyezzen a játék, mert már nem állsz fel. Jó? Hé, fönnakadtam a izén! Fönnakadtam! Mi a szar? Miért nem bírok felállni? Jó, felálltam, jó van. Gyerünk! Sikerülni fog. Ne! Az no. Az! Nyugi, nem nyer! Jó, ez az! Föl kell dönteni! Ez az! Az az! Jó, meg lesz, meg lesz! Nem! Jó! Ne! Most! Ne. Ez ne. Az! Az az! Ne! Az az! Ó, az ki! No! Mi a szar? Visszaállított, vagy hol? Visszaállított! Ez az! Hú, most nagyon nyerő formában vagyok. Hogy kell lőni ebbe a játékba? Ó, repülsz! Repülsz! Meneküljük ezzel az őrült elől. Az! Repül! Repül a kocsia! Meneküljünk! Igen! Juhu!